Az elegy az egy vaskohászati kifejezés, és különböző anyagoknak olyan keverékét jelenti, amelyek nagyon, nagyon jól keverednek egymással. Olyan összmunka, amit ezek az emberek csinálnak, vagy egyáltalán a létezésükkel és a figyelmükkel elérnek, ami nem beleszólása a másik munkájába, viszont követése, és ez nagyon jó. Tehát az elegyben azért szuverén egyéniségek is vannak, viszont van egy keveredés is, és van egy egymás felfordulás is. Tehát itt 7 független alkotóművészről van szó, akik mégis valami fajta laza szövetségben segítik egymás munkáját. Tehát 7 vagyunk, így teljesített ki a csapat tulajdonképpen a Mártával és velem 2001-ben, úgyhogy másfél éve dolgozunk így együtt. A műhely az ugye a táncművek az 1 évvel ezelőttől működik. És úgy érzem most, hogy azóta, hogy az elegy táncművek ott vannak, meg működik, úgyhogy tényleg minden nap van a lehetőség bemenni, próbálni. Azt érzem, hogy a darab megéri, így gets mature. Szóval, hogy van idő, hogy nő a darab. Az fontos ebben, hogy tartozom valahova, tehát így itt. Ezért azt gondolom, hogy jó, hogy így együtt dolgozunk, és szerintem a formája az elegynek az inkább egy koreográfiai központ. Tehát itt 7 alkotóművész együttműködéséről van szó, akik táncolnak egymás darabjaiban, de egyébként mindenki hozza a saját világát, a saját szemléletmódját, és ezt meg is őrzi, és meg is tartja, és azt próbáljuk erősíteni és megtartani. Tehát 2002. januárjában volt az első elegy fesztiválunk, és valamikor előző év novembere környékén történt ez a spontán felajánlás Leszták Tibor részéről, hiszen meglátta bennünk a lehetőséget, hogy fesztivál keretében mutathassuk be a darabjainkat így összetömörítve is. És ez egy nagyon nagy színrelépés volt nekünk, hiszen egyénileg már bemutatkoztunk, de a Tibor felajánlotta azt, hogy otthont ad. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy 2 független struktúrán kívül működő szervezet, mint a Múlszínház, ami abszolút a befogadó stratégiát vallja, és egy alkotó közösség nagyon-nagyon gyenge gazdasági körülmények között egyre színvonalasabban tudja megvalósítani második alkalommal ezt a táncfesztivált. Színes a program, vannak olyan darabok, van olyan darab, amelyiknek itt van a premierje, ez véletlenül éppen az én darabom, a Habcsók és más, ezzel nyitjuk a fesztivált. A fesztivál nagyon izgalmas, és ez a második alkalom, hogy itt a Múlszínházban 10 nap erejéig összegyűlünk, és egymás munkáira is figyelünk. Sokáig beszéltünk Bécsben, egy színházi director együtt,
Szerintem nagyon fontos, hogy meg tudjunk jelenni pont ezért, mert ugye ez egy koreográfiai központ együtt külföldön is, akár úgy is, mint egy szelete a magyar kultúrának, magyar kortárs tánc kultúrának. Külön-külön már sokat utaztunk, és sok előadásunk volt külföldön, és ez lesz az első alkalom most Bécsben 2003. februárjában. Ez az első külföldi elegy fesztiválunk, aminek nagyon-nagyon örülünk, és egy nagyon nagy bemutatkozási lehetőség így együtt. Úgyhogy egy nagyon színes csomagot, vagy 3-4-5 estét tudunk ajánlani, amiben nem csak tánc van, nem csak zene, hanem képzőművészet, írás, beszélgetés, ezt tudjuk hozni.